Kellemes őszi idő várható ma a Kárpát-medencében. Mondom ezt annak ellenére, hogyha a hőmérsékleti csúcsértékeket vizsgáljuk, akkor megzavarhat bennünket, hogy akár azt is gondolhatnánk, hogy továbbra is tart a nyár, de ez nincs így, ne feledjék, október van. Üdvözlöm a kedves nézőket, az M1-en Fejős Ádám vagyok. Újabb időjárási front nem terheli az arra érzékenyek szervezetét, ez a hideg front pedig, ami a tegnap érkezett front, szép lassan elhagyja a Kárpát-medencét, mögötte emelkedő légnyomás alakul ki. Kicsit odébb is állok, hogy önök is láthassák ezt az anticiklont, aminek köszönhetjük majd a napsütés áldásos hatásait. Ez az anticiklon, amely miatt újból egy kicsit töltögethetjük a D-vitamin raktárakat, nem csak ma, hanem még a jövő hét első felében is. Kerüljük egy kicsit közelebb a Kárpát-medencéhez, és nézzük meg, hogy hogyan szakadozik majd a felhőzet. Nem lesz olyan határozott ez a folyamat, hiszen itt a keleti szárazabb levegő beáramlását követően a déli órákban újabb felhők érkezhetnek, fátyol és gomoly felhők elsősorban tehát a Kárpát-medence északi, északkeleti és keleti részeit érinthetik. A déli területeken összességében több és zavartalanabb lesz a napsütés, viszont a légmozgás több helyen elsősorban kora délutánig bezárólag a Dunántúl északi részein, elsősorban a Dunántúli középhegységben, illetve itt a Tiszántúlon, az észak-kelet-magyarországi régióban, az Észak-Alföldön, illetve az északi középhegységben élénkülhet majd meg, illetve itt a Párcium egyes részein és a határainktól keletre is előfordulhatnak élénk széllökések, tehát kora délutánig átmenetileg csökkenhet a hőérzet éppen a légmozgás miatt, majd ezt ellensúlyozza a sok-sok napsütés, valamint az, hogy a szél veszít erejéből. A hidegfront mögött még így is meg lehet a 25 Celsius fok, ami definíció szerint nyári napnak minősül, úgyhogy a déli délkeleti ország részben élők még ezt mondom, definíció értelmében élvezhetik a nyári időt. Viszont a következő napokban egyre több helyre terjed majd ki. Ez a 25 fok feletti csúcsérték hétfőn, kedden még jó meleg lesz, majd ezt követően szerdán egy nem túl markáns hidegfront éri el a Kárpát-medencét, ami szépen átrobog majd rajtunk nyomában. Egy-egy zápor, kisebb valószínűséggel zivatar fordulhat elő. Az éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között várható, legalábbis a legtöbb helyen, de a völgyekben 10 foknál hidegebb lehet. A következő napokban csütörtökre esik majd vissza a hőmérséklet, és a jelenlegi számításaink azt mutatják, hogy már pénteken újból magára talál az októberi nyár. Csapadékmentes, enyhén szeles napokon, mint például a mai, kiváló program lehet a sárkányeregetés. De hogy miért Kínából jelentkezem? Jó a kérdés. Ez a sport Kelet-Ázsiából ered, ahol időszámításunk előtt még komoly hadászati célt szolgált. Kínában a fangzsangot, azaz a széllel zengőt távolság mérésére használták. Később nyugaton hőmérsékletmérés és aerodinamikai kísérletek eszköze lett, de ehhez a légi táncoshoz köthető a drónok feltalálása is, ugyanis az 1900-es évek elején egy pusztító tűzvész után papír sárkányokra szerelt fényképező gépekkel mérték fel a károkat. Elmondok néhány tippet, mi kell egy jó sárkányeregetéshez. Három dolog mindenképp, szél, sárkány és egy megfelelő terep, ahol biztonságosan haladhatunk, akkor is, ha tekintetünket az égnek emeljük. Határozzuk meg a szélirányt, majd álljunk úgy, hogy a szelet a tarkunkon érezzük, és lassan eresszük magasba a sárkányt. Amit fontos még kiemelni, vihar esetén halasszuk el a programot, mert a villám belecsaphat az eszközbe. Felhőtlen időtöltést kívánok. Viszontlátásra!